Itt ismét vékony jégre merészkedünk. Bizonyára te is jót röhögtél a finnországi műkorcsolya Európa-bajnokságon. Tényleg vicces. Emberek flitteres gúnyában kisiklanak a fagyott vízre, ugrálnak, meg piruetteznek musical betétdalokra, és komoly képpel úgy kell csinálni, mintha nem egy Csűri Lajos, művész nevén Edwin Marton koncertet néznél. Istenem! A kiveszi ezt komolyan? Hm? Jaj, bocsánat, tök hülye vagyok, hiszen a műkorcsolya Európa-bajnokság egy rangos és komoly sportesemény, történetesen pont olyan látványvilággal, mint a Cirque du Soleil vagy a Lord of the Dance, és pont úgy szokás ámulatba esni rajta, mint egy Mága Zoltán koncerten. Jó, tudom, hogy a műkorcsolyázásban iszonyatos munka van, amit illik tiszteletben tartani. Mondjuk Mága Zoltán és Havasi Balázs produkciójában is rengeteg meló van, de a közmegegyezés szerint a Luxusfási Ádámon és a NER a magyar értelmiségnek fintorognia, a műkorcsolyán elalélnia illik. De végül is megértem, mert az egyiken egy sorozatgyilkos mosolyú, a hangszeréhez egyébként nagyon értő, a ritmust nagyon érző ember adja elő magát csillogó öltönyökben zenei közhelyekre. Ezzel szemben a műkorcsolyában a korcsolyázáshoz nagyon értő, a ritmust nagyon érző, csillogó ruhás ember adja elő magát. Na jó, nem folytatom, mert még jön valami Rittberger, aztán triplán leszúr. Szóval megrendezték a műkorcsolya Európa-bajnokságot, ami ugye egy nagyon rangos és fontos sportünnep, aminek a nyitógáláját drámai esemény zavarta meg. Az 59 éves finn műkorcsolyázó transznő Minna Mária Antikainen kifutott a jégre, és ez történt. Minna Mária 43 évesen döntött úgy, hogy ledobja a faszt és az azzal járó privilégiumokat, és betakarodik a konyhába. Nem, ő inkább nem erre az átlagos női sorsra vágyott, ő jégtáncos nő akart lenni. És tadám, merjünk nagyot álmodni, és beteljesedik. Jó, hát vannak transzfóbnak bélyegzett feministák, akik szerint a nővéváláshoz azért ennél egy icipicit több kell. Hogyha nőnek születsz, már kislányként viseled a másodhegedűs szerepet, te leszel az utánfutó, a pótkerék, a tok. Menstruálsz, szétkínoznak a hormonok, elmetszik a gátad, alágyúlnak a 4-6-oson, és nem nevetnek a vicceiden, mert egy nő nem lehet vicces. A terfek, vagyis a transzfóbnak bélyegzett feministák szerint az nem elég, hogy egyik nap még férfi valaki, aztán kuki lecsap, és másnap már mindjárt tündérbalerina a pónifarmon? Hát ennél azért jóval bonyolultabb a női sors. Mondjuk én a terfek véleményét igazságtalan érvelésnek tartom. Várkonyi Andrea is kilépett a hagyományos magyar női szerepből. Hátrahagyta a konyhát, a 4-6-ost, és hát kuki helyett csak a méltóságától kellett megszabadulnia, hogy bálkirálynő lehessen. És hát akkor már inkább a csúszkáló esőkelő transzlánya barinőm, mint ő, nem? Ráadásul Minna Mária produkciójában jóval több fizikai meló van, mint Andiéban. Bár Jézusom, ha végig gondolom a fizikai részét, véleményes, anyád, kirázott a ideg. Minden esetre Minna Mária Antikainen egy évtizede edz, és hát ez lett belőle. Én vállalom, hogy rossz ember vagyok, de bevallom, hogy régen röhögtem ekkorát. Erre jött Sébastien Balázs, és elrontotta a kedvem. Amíg nem hallgattam meg a műsorát, azt hittem, hogy itt van az új Edi a Sas, vagy Erik az angolna, esetleg a jamaikai bobcsapat. Van újra min röhögni. Erre kiderül, hogy Balázs szerint egy ilyen alkalmatlan hülye ne legyen műsoreleme ennek a rangos sporteseménynek. Ja, és attól, hogy ő így gondolkodik, az még nem transzfóbia. Balázs. Hát, hogyha jól emlékszem, a csömöri Brad Pitt arra fűzte fel a karrierjét, hogy olyan embereket látott vendégül a műsoraiban, akik sértik a nyárspolgári ízlést. Új élet vár, felejtse minden. sem, jól tudom, ha rájöttél, boldog élet rád, csak barátunkban. Hadd mutogassa magát mindenki úgy, ahogyan szeretné, jöjjenek a furák és a fríkek, a hibbantak és hóbortosok, röhögjünk rajtuk egyet, és hát hadd háborodjanak fel rajta a kispolgárok. De változnak az idők. Balázs abba az életszakaszába ért, hogy most már ő háborodik föl, most már ő tartja botrányosnak egy szereplő nevetségességét, kellemetlenségét, vagy alkalmatlanságát. A korcsolyázó nőről az jutott eszébe, hogy ha az abnormalitás lesz az elfogadott, akkor az nagyon veszélyes, mert évezredek hagyományaival, kultúrájával akar úgy leszámolni, hogy aztán még te hülyén érezd magad, hogy férfiként férfi vagy. Balázs a férfiasságát félti a bot csinált a jégtáncos nőtől. Mikor nézte, hülyén érezte magát, hogy férfiként férfi. Hát én azt hittem, hogy Balázs ennél macsóbb. Ugyan miért ne csinálhatna hülyét magából pont egy transznemű személy, pont egy sporteseményen? Kinek árt vele? Eltapsolta baromságaira 1 milliárdot, mint Rákai R.R. Martin Fülöp az aranybullára? Nem. Elhitte az afrikai herceg trükköt a csengeri örökösnőnek, hogy 1300 milliárdot örökölt, mint Kósa, nem is mérgező az akkumulátorgyár Lajos? Nem. Közpénzből épített nevetséges arany óriás szarvassal égeti ki a látóidegeinket, mint a NER főszoprásza Szőke Gábor Miklós? Nem. Hát na ugye. Leginkább a transzokból csinált hülyét a szerencsétlenkedésével. Bár nyilván nem az volt a szándéka, hogy megtrollkodja a vókokat és így írja be magát a sporttörténelembe. Ráadásul a produkció kínossága nem is a nemi identitásából fakadt, hanem abból, hogy 10 év gyakorlás után egyáltalán nem tud korcsolyázni. Balázs most mégis leginkább a transzlobbitól tart, aminek, hogyha jól értem, per pillanat Minna Mária Antikainen, a falu bolondja, a legerősebb taktikai atomfegyvere. Hú, te jóságos ég, tényleg van okunk a pánikra, a transzlobbinak sikerült bejutatnia egy transznőt a legmelegebb télisport nyitógálájára. Bizony, transzlobbi, meg az LMBTQ nyomulás. Hát igen. A Fidesz Magyarországa 2023-ban az a hely, ahol a legégetőbbű transzozni és LMBTQ lobbizni. Végül is minden nap percenként születik cikk ebben a témában, amiben valaki elmeséli nekünk, hogy mennyire fél tőlük. Közéleti csúcs teljesítmény lett a transzoktól való rettegés. Egymás kezébe dobálják, hogy most féljél tőle te egy kicsit, de le ne esd a porcelán transzbabát, hát mitől fogunk akkor rettegni? Már csak a hírhedt magyar transzlobbi nem szólalt meg az ügyben. Hát, nézd már, hol lehetnek te? Várjál, megkeresem őket. Transzlobbi, ahó! Hé! Ha! Megnézem a gyerekszobába, hát ha ott vannak. Hát! Sehol se találtam, de talán azért, mert egyelőre megvéd minket a transzlobbitól a miniszterelnök úr és az ő kedves gazdája, a Putyin úr. Nem kérnek érte magas védelmi pénzt. Nem. Csak az országunkat, a szövetségeseink elárulását, meg a lelkünket. De hát ez nem lehet túl nagy ár, hogyha a tét a fehér, heteró, európai keresztény férfi eszmény, ami védelemre szorul. Hiszen látjuk, hogy micsoda népírtást rendeztek a transzok Bucsában. Meg hogy mennyi szivárványszínű tankja van a buzi lobbinak. Szóval én megértem, hogy ez most a fő probléma. A buzi lobby, meg a transzlobby. Ez az a két szó, amit az utolsó félanalfabéta kommentelő is megtanult Battonyától Nemes Medvesig. Igaz, hogy eltűnt közben itt-ott néhány ezer milliárdocska. Egyetlen kézben összpontosul a magyar sajtó 90%-a. Az orosz titkosszolgálat kémbankot tart fenn Budapesten, és Orbán Viktor úgy kényezteti a Kremlt, hogy még propaganda oldalakat sem kell működtetniük, mert a NER sajtó önként beállt mögéjük. De ez most nem fontos. Beszéljünk inkább, sőt, beszéljünk állandóan a transzlobbiról. Ja, hogy ez akkora fasság, hogy a túrós magszag megrepeszti a monitorodat, ugye? Hát, nézzél szét akármelyik magyar híroldalon. Kommentelők ezrei hálálkodnak a Putyin úrnak, meg az Orbán úrnak, amiért nem hagyják, hogy nálunk is eluralkodjon ez a veszélyes transzeszme, mint nyugaton. És hát igazuk van. Igazuk van. Körbenéznek, ha mindenhol veszélyes transzokat látnak. Ja, nem az utcán, meg nem az iskolában, meg nem a boltban, meg nem a családjukban. Az egész országban lehet vagy 200 ember, akit ez a probléma személyesen érint, és nap mint nap szenvednek attól, hogy rossz testbe születtek. De hát ugye, ez a látszott kora. És hát sokkal fontosabb, hogy mi van a szemünk előtt, mint az, hogy mi a valóság. És bizony a szemünk előtt korcsolya verseny van a csúszkáló himnősténnyel, meg a Netflix, abban megkúrnak a buszik, bizony. Mert hát az orosz kémbankkal, meg Paks 2-vel, amit csak-csak együtt lehet élni, na de egy filmmel, amiben melegek vannak, meg egy emberrel, aki korcsolyázik, hát azért álljon már meg a menet. Tudom, az idők megváltoztak, az EU is meghűlt, meg a NATO is meghűlt, ütnek, vernek, rúgnak, harapnak bennünket, posztolta Orbán Viktor. Mint a hülye nagy darab erőszakos gyerek az oviban, aki rommá terrorizálja a többieket, meg az óvónénit. Szétrúgja a közösen épített homokvárat, még egy jó nagyot bele is szarik, aztán amikor figyelmeztetik, hogy te, így nem lesz desszert, akkor szalad anyuhoz, meg az egyenlő bánásmód hatósághoz, hogy őt most másodrendű gyerekként kezelik. A Magyarországot irányító államférfi, és most nem Putyinról beszélek, hanem Orbánról, nemrég a transzmámorban fetrengő nyugati újságírókat is meglepte egy csomó izgalmas állítással. Végre megmagyarázta, hogy ha neki joga van szabadságharcot vívni az EU ellen, akkor talán az ukránoknak is hadd legyen joguk harcolni a fennmaradásukért Putyin ellen. LOL, dehogy is! Azt mondta Orbán, hogy a nyugat nem a győztes oldalon áll. Valamint azt is kifejtette Orbán, hogy a magyarok EU-tagsága személyes fájdalma, de ez nem választás kérdése. Érted? Személyes fájdalma, hogy a népe 85%-os többséggel az EU meg a NATO tagságra szavazott. És azt is mondta Orbán, hogy Ukrajna a senki földje. Úgy gondolja, hogy amire Putyin igényt tart, és nem lehet az övé, az senkié. És milyen meglepő, hogy a világ második legnagyobb hadserege által bombázott ukránok közül hát többen berágtak. Csúnyákat mondtak ránk. Pedig Orbán Viktor állítólag félti a kárpátaljai magyarságot az ukrán nacionalizmustól. Érdekes, akkor miért dobja őket nekik oda? Amúgy az, hogy a faszba van, hogy a románok megint tudják, hogy hova kell állni, és mi megint nem. És tudjátok, hogy mi van? Most még csak kiugrani se kell semmiféle szövetségi rendszerből, mint a II. Világháborúban. Elég lenne csak simán a seggünkön maradni, mint a románoknak. Elég lenne hűségesnek maradni a választott szövetségeseinkhez, hogyha bárkinek haja száll a görbül Kárpátalján, azért Orbán Viktornak is személyesen felelőssége lesz. Bizony. Vagy akkor is a CIA lesz a hibás? Meg Márki-Zay Péter? Vagy szomi ez az orosz barátság, meg az esetleges etnikai tisztogatás réme, de a mérleg másik serpenyőjében meg ott van a félelmetes korcsolyázó transznő, meg a melegektől hemzsegő Netflix, és akkor már megéri? Ha?